ez a konstruktum, ami az iráni állam, ez az iráni, ez nem az állam, de az iráni rendszer, ez már nagyon régóta recseg, ropog az összes eresztékeiben, ugyanakkor a, a az, mindig nem találták meg azt a, azt a vezéralakot az ellenzékben, aki mögé felsorakozott volna az ellenzéknek az összessége. Tehát látjuk azt, hogy az idő telik, ez a Pahlavi név volt egy idő, mikor nem volt divatban, most újra kezd divatba jönni a, a, királyi családnak a neve, de ez nem jelenti azt, hogy minden, aki a, a, mindenki, aki az iráni ellenálláshoz tartozik, vagy az emigráns iráni ellenállók, azok mind rojalisták royalisták lennének. Tehát én azt hiszem, hogy ez az egyik legnagyobb problémája ennek a, a az iráni ellenállásnak, hogy nem sikerült egy, 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 egyetlen egy ernyőszervezetbe szerveződni, és egy olyan figurát állítani a maga fölé, aki, aki, aki attraktív a, az iráni nép egészen számára. Üdvözlöm a kedves hallgatókat, ez itt a Tűzvonalban állandó vendégünk, Robert C. Keszter, biztonságpolitikai szakértő, a Neukon főmunkatársa. Üdvözlöm, jó napot kívánok! Jó napot kívánok! Nagy szeretettel üdvözlöm a nézőket, hallgatókat egy napsütéses Jeruzsálemből, egy légiriadó után. Igen, mielőtt elkezdjük az adást, itt Ukrajnával szeretnék majd kezdeni. Azért egy pár szót kérem, mondjon már arról, hogy hogyan telnek most a hétköznapok ebben a napsütéses Jeruzsálemben. A hétköznapok azok nagyon banálisan telnek, tehát olyan, mint minden hétköznap, avval a, a Aval a kivétellel, hogy néha vannak ezek a, a légírjadók, mondjuk Jeruzsálemben és a, és a környékén ez nagyon-nagyon ritka. A leggyakoribbak ott a Gáza környéki településeken, ők már évtizedek óta szenvednek ettől, gyakorlatilag a gázai kivonulás óta szenvednek ezektől, talán még korábban kezdődtek ezek a támadások, azóta szenvednek ezektől a támadásoktól, és az ország középső részén, tehát Tel Avivban és a, 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 a Tel Avivi agglomerációban ott szenvednek, inkább őket érik ilyen támadások. Egyszerűen ez egy aránylag közeli célpont Gázához, sokan nem tudják azt, hogy Tel Aviv 50 kilométerre van Gázától. Tehát Gáza ész északi csücskétől Tel Aviv 50 kilométerre van, és nem volt teljesen abszurd az a, a az a terve, hogy el akarnak érni Tel Avivig és Jeruzsálemig. Ez egy nagyon-nagyon kicsi ország. Magyarország területének talán az egy negyedre. Na, fogunk még beszélni Izraelről az adás második felében, de akkor most kezdjük Ukrajnával. Azt lehetett olvasni, hogy Oroszország kész béketárgyalásokat kezdeni Ukrajnával egy nyugati ország területén, mondta az Izvesztiának egy magas rangú forrás. Egyesek szerint akár Magyarország is lehetne egy ilyen helyszín az orosz-ukrán béketárgyalások kezdetének. Nem tudom, mennyire látja esélyét annak, hogy ez megvalósul akár idén, akár a jövő évnek az első hónapjaiban, hogy elkezdődjenek a egy egyfajta ilyen első köre, vagy első menete, és mennyire fontos az egyáltalán, hogy hol történik ez meg? Itt három kérdés van. Az egyik, ami a, a helyszínt illeti, azt, azt inkább inkább úgy mondanám, hogy nem a helyszín a legfontosabb, hanem a házigazda személye a fontos. Tehát nagyon fontos, hogy olyas valakiről, olyan valas, vala, olyas valaki legyen a házigazda, aki befolyást, aki, befolyást tud gyakorolni mind a két félre, jó kapcsolatai vannak, nagyon jó, hogyha a személyes kapcsolatai is jók. Tehát van egy, egy, személyes jó kapcsolat. Hiába nem minden technikai, a diplomáciában sem minden technika, hanem nagyon fontos, hogy mind a két fél kiválasz, azokat a bizonyos vegyi anyagokat, mint ahogy a, a méhek is kommunikálnak, hogy van egy ilyen nem szóbeli kommunikáció, és nagyon fontos, hogy legyen egy ilyen, egy ilyen személyes kapcsolat, egy, egy fajta személyes bizalom is, és akkor ezzel át lehet hidalni igen sok ö, formális problémát, mondjuk úgy. Tehát a személy az fontosabb, mint a helyszín. Viszont a, a, a személy nagyon sokszor diktálja a helyszínt is. Tehát a hazai pálya nagyon fontos, hogy az, aki ö, eljön tárgyalni, az jól érezze magát azon a helyen, ahol van. Tehát ez sem melléket. Nem, nem véletlen, hogy ezek a, ez a hidegháborúnak a fegyvezet csökkentési tárgyalásait nem Tiranában beszélték meg Albániában a hidegháború alatt, hanem Bécsben egy nagyon kellemes, nagyon olyan helyen, ahol kellemes tartózkodni. Ö, akkor ami a helyszínt illeti, az is nagyon fontos, hogyha hosszabb tárgyalásokról van szó, hogy hogyan szállásolják el ezeket a ö, küldötteket. Mindig azt a példát szokás adni, hogy ö, mikor elkezdődtek a párizsi tárgyalások a vietnámi háború lezárására, akkor az amerikaiak kibéreltek egy emeletet egy szállodában. A vietnámiak pedig vettek egy villát. Vettek egy villát. Tehát teljesen más a, a, a hangulat az embernek, hogyha hosszú, táv, hosszú távra tervezi az ottlétét, és akkor teljesen más a türelme is, hogy ezeket a tárgyalásokat folytassa. É, és ami a legutolsó dolgot illeti, é, hogy el, elkezdődhetnek-e a jövő év elején? Szerintem bármikor elkezdődhetnek. Az oroszok számára semmi nem sürgős, ameddig a tárgyalások tűz alatt folynak, tehát nincs egy olyan kitétel, hogy most tűzszünetet kell kötni, meg kell állítani a harcokat ahhoz, hogy a a tárgyalások elkezdődjenek, addig miért ne? szívesen lehet, el lehet simán nyomogni ezeken a tárgyalásokon akár éveken át. De azt mondta, hogy fontos a kémia, illetve az, hogy milyen személyes kapcsolatok vannak itt a házigazda személyét illetően, akkor nyilván ez egy olyan személy kellene, hogy legyen, akinek mind a két országgal vannak személyes kapcsolatai, viszonylag jó személyes kapcsolatai. Ugye az, az elején még itt a háború kitörése után egy pár hónappal szóba jött Törökország Erdogan személye miatt, mint aki egy összekötő kapocs tudna lenni a két ország között. Ugye Macron is volt mindkét helyen, mindkét vezetővel tárgyalt a Háború kitörése után is. Magyarország tekintetében Magyarországnak túl jó viszonya eddig nem volt Ukrajnával kapcsolatban. Tehát ilyen szempontból talán ki zárható, hogy Magyarország be tudná tölteni ezt a szerepet. In ez alapján ítélve a dolgokat, én nekem is igen furcsának tűnt, hogy pont Magyarországon történnének ezek a tárgyalások. Törökország például sokkal, sokkal ö, logikusabb lett volna, mint, mint helyszín és mint személyiség. Az izraeli miniszterelnök is próbált közvetíteni a két fél között, mint olyan, akinek volt egy kommunikációs csatornája, bár Izraelnek se túl jó a kapcsolata Ukrajnával, most már, orosz, most már Oroszországgal se, de a háború elején Oroszországgal még nagyon-nagyon korrekt kapcsolatok voltak, és ö, én talán inkább a kínaiakat látom olyan játékosnak, akinek van egy súlya is, tehát van egy személyes súlya is. Nyilvánvaló, hogy nagyon sok kedves, nagyon sok kedves emberke szaladgál a földön, akivel nagyon kellemes kávézni, meg beszélgetni, de nagyon fontos, hogy legyen egy súlya is az illetőnek, és ilyen szempontból Kína egy atomhatalom súlyát viszi magában. Egy kis európai ország, tényleg nem akarom megbántani Magyarországot, vagy Izraelt se, de ezek kis országok, tehát nincs akkora súlyunk, nincs akkora befolyásunk a nemzetközi rendszerben, hogy hogy komoly hatást tudjunk gyakorolni a tárgyaló felekre, esetleg nyomást gyakoroljunk rájuk, tehát az egyik a, a, a tárgyalásnak az egyik taktikája, az egyik az egyik alapelve az hogyha békét akarok kötni két fél között, vagy egy egyezményt, akkor az én személyes igazságérzetem az teljesen mellékes. A fontos az, hogy találjak egy pontot valahol, amin a két fél meg tud egyezni. És nyilvánvaló, hogy valaki erősebb és a másik gyengébb, az egyik többet fog nyerni, a másik többet fog veszíteni, és én ezt a veszteséget rá kell tudnom kényszeríteni, mondjuk úgy, vagy erőltetni arra, aki, aki, aki a vesztes fél. És ez kell egy bizonyos súly, úgy személyes, hogy mint az országnak, az államnak is egy súlya. És a kis államok erre nem a legalkalmasabbak. Na, amellett, hogy itt a médiában megjelentek ezek a hírek, tehát ő béketárgyalást kezdhetnének, és hogy hol is lenne az a megfelelő helyszín, ahol ezt meg lehetne tenni. Emellett olyan hírek is megjelentek, miszerint Moszkva népszavazást fontolgat Ukrajna Oroszországhoz való csatolásáról. A Duma védelmi biztonságának elnök helyettese szerint Ukrajna már megszűnt államként létezni. Hát beszélhetnénk itt sok mindenről, hogy mi az állam, és hogy mikortól állam az állam, és mikor szűnik meg egy állam létezni. De arról is beszélhetünk, hogy Oroszországnak lehetnek akár ilyen tervei is, vagy egy ilyen ötlete, hogy akár egész Ukrajnát vinni? Két dologról van, két, két, két határ eset között kell, kell megtalálni azt a pontot, ami, ahol bemérhetjük, hogy mi, mi történik valójában. Az egyik, ami az aspirációkat illeti mit szeretne Oroszország. Nyilvánvaló, hogyha Oroszország gond múlna, akkor, akkor, akkor bekebelezni Ukrajnát teljes egészen, mert beolvasztaná Ukrajnát, visszaolvasztaná Ukrajnát a nagy orosz birodalomba. Ez az egyik dolog. A másik, a másik pólus az, hogy eh, lehet, hogy mindez csupán a diplomáciai nyomásgyak, vagy politikai nyomásgyakorlásnak az eszköze. Ezek a dolgok azt sugározni Ukrajna felé, hogy mi én, ez az, ami célunk, mi nem vagyunk hajlandó kompromisszumra, innen kezdünk el tárgyalni. Ez a tárgyalási alap. A mi tárgyalási alapunk az, hogy nincs többet Ukrajna. Tehát nem, nem mi nem onnan kezdjük a tárgyalást, hogy elfoglaltunk Ukrajnától négy megyét, négy oblasztot. Nem, mi onnan kezdjük, hogy nincs Ukrajna. Most akkor tessék innen tárgyalni velünk. Ez egy teljesen más tárgyalási alap. És valahol a, a kettők, a két pólus között vannak, van a, van a reál orosz reálpolitika. Az álmok mondjuk, úgy, és a taktika között, a, a, a politikai nyomásgyakorlás között van valahol az a pont, amit az orosz reálpolitika bemér, mint célt, ez lehet például a, a Dnieper, mint a jövendőbeli országhatár, határ. sok mindenről lehet beszélni. De én azt hiszem, hogy abban a pillanatban, hogy Oroszország felismerte, hogy most már az idő egyértelműen neki kedvez, és a nyugat kezd kifáradni ebben a háborúban, semmi okuk nincs ilyet. Semmi nincs ilyetni. Ukrajna sokkal gyorsabban örlődik föl ebben a háborúban, mint Oroszország katonai ereje. Ugye nagyon sok cikk foglalkozik azzal az utóbbi időben, hogy Ukrajna csődben van, milyen gazdasági helyzet van Ukrajnában, a nyugati segítség nélkül megszűnne államként akár létezni, mert nem tudná az állami funkciókat sem el, betölteni, illetve mennyi ember hagyta ott az országot, egyáltalán mekkora most ez a nemzet, és mekkora pusztítást okozott ez a lassan két éve folyó háború Ukrajnának a testén. És hát kérdés az, hogy mikor számít államnak az állam, amikor a többiek azt mondják, hogy ő még állam, és akkor megpróbálják akár támogatásokkal, de életben tartani ezt a, ezt az álmot, hogy ott, ott működik egy önálló, független állam, vagy amikor önmagáról gondolkodik így egy nép, egy közösség, tehát ezt, ezt, ezt hogyan lehet értékelni? Én úgy gondolom, és ezt így is tanítjuk általában, hogy az állami léthez két dolog szükséges. Az egyik, a, egyik be, a belső dolgok, tehát, hogy az, áll, az állam illető állam, vagy illető az illető entitás képes legyen egy állam funkcióit ellátni. Tehát van ö, rendőrsége, van hadserege, van ö, vannak bíróságai, van egy kompetens politikai hatalom, többé-kevésbé birtokolja az erőszak monopóliumát, van egy lakosság, amelyik, amelyik lojális hozzá, vagy amelyik, amelyiknek a vállán ül, mondjuk, ha nem is lojális hozzá, de képes ráülni nyakába ennek a lakosságnak, van egy lakosság, van egy területe, ami többé-kevésbé többé -többé ellenőrizt. Tehát ezek a belső meghatározásai annak, hogy mi az, hogy egy állam. A másik pedig az, hogy az állam az, amit a, a, a nemzetközi közvélemény, ha létezik, egy ilyen más államok államként is, mernek el. Most akkor itt van két, két példát tudok erre hozni, két szélsőséges esetet erre, erre, a, erre a, két meghatározásra. Az egyik a palesztin autonómia, ami nem egy állam, nincs egy, nincs egy katonai ereje, nem nincsenek meg határai, nincs egy fix területe, tehát gyakorlatilag semmi, ami, amit leírt, amit szinte semmi abból nem valósul meg. Talán van egy belső rendőri, vagy ilyen hírszerzési, biztonsági szolgálati funkció, szakszolgálati funkciói vannak, de nem működik, mint egy koherens állam. Ennek ellenére a nemzetközi közösség jelentős része úgy beszél róla, mint a palesztin államról, holott ilyen nem létezik. Nem létezik fizikailag, nincs egy palesztin állam, nincs egy határátkelő hely, ahol azt azt van kiírva, vagy ez, ez a palesztin állam. Tehát ez, ami a a palesztin autonómiát illeti. A, a spektrum másik végén pedig ott van a nek a terrorállama a Gázában. Senki nem ismeri el őket, ugyanakkor megvan minden, megvan mindenük, ami, ami egy államnak szükséges. Vannak határai, amik vitathatatlanok, van egy lakosság, amelyik támogatja többé-kevésbé. Van egy katonai ereje, van, vannak rendőri funkciói, vannak titkos szolgálatai, van egy kompetens politikai hatalom, vannak bíróságai. Tehát ez a két pólus, és mikor a kettő találkozik, tehát úgy a külső elismerés, mint a belső funkciók, akkor az egy normálisan funkcionáló állam a nemzetközi rendszerben. Megyünk is tovább, és látom, hogy itt Biden is megszólalt, ez éppen egy mai friss hír egyébként 12.57-kor került ki a magyar hírlapnak az oldalára, most egyébként 13 óra van, amikor fölveszünk ezt az adást. Biden azt mondta, hogy Oroszország az ukrajnai győzelme után a nato fogja megtámadni. Számtalan szakértő ült már itt ebben a stúdióban, illetve Roberttel is beszéltünk ezekről a kérdésekről, és nagyon sokan úgy gondolják, hogy Oroszország túl gyenge ahhoz, hogy a NATO-val kikezdjen, és látszott is az az elmúlt két évben, hogy amikor közvetlen összeütközésnek csak az esélye felmerült volna, akkor azért mind a két fél nagyon mérsékelten és óvatosan reagált az eseményekre. Mennyire tartja reálisnak azt, hogyha túlnyeri magát Oroszország, vagy akár többet nyer, mint amire számított itt Ukrajnában, akkor elgondolkodna azon, hogy a NATO-val is kezdjen. Most föltennék egy kérdésre, egy kérdéssel válaszolnék. Tegyük fel, hogy Oroszország megnyeri ezt a háborút, és az orosz csapatok felsorakoznak a NATO-nak a nyugati határán. És akkor Oroszország egy ilyen villámgyors, meglepetésszerű támadással, mint a Hamas október 7-én, egy nap alatt elfoglalja három balti kisállamot. államot. Most akkor a NATO mit tesz? Mit tesz utána a NATO? A három balti állam el van foglalva, orosz megszállás alatt vannak, Oroszország azt mondja, hogy abban a pillanatban hoz egy törvényt, hogy ezeket az államokat újra bekebelezdi a, a, az orosz birodalom belsejébe, az orosz birodalom területére, fennhatósággal alá, akkor a NATO mit csinál? Mi, mit csinál a NATO most? Megtámadja Oroszországot? Tehát mi nem vagyunk készen egy háborúra, Oroszország a a, azokkal a csapataik, amik ott álltak a határon, végrehajtotta ezt a, ezt a gyors, ezt a villámgyors támadást és hódítást. Most a NATO ezt hogyan játsza tovább? Atomháborút kezdeményezünk Oroszország ellen? Vagy elkezdünk csapatokat felsorakoztatni? Most Magyarországon elrendelik az általános sorozást azért, hogy felszabadítsanak három kisállamot a kontinens másik végén? Valahogy ezt nem látom megtörténni. Hát épp, ez, a, épp ez az ördögi a, ebben a dologban, és ez az ördögi fenyegetés, és Biden elnöknek most furcsa, hogy É, van, dolog, van, egy dolog a világon, amiben egy, egyetértek Biden elnökkel, de teljesen igaza van, hogy van egy reális fenyegetés, és az egyetlen egy védelem ez a fenyegetés ellen, hogyha ha masszív nyugati, amerikai és más NATO csapatokat állomásoztatnak ezekben a kis államokban, amiknek nem az a célja, hogy megállítsák Oroszországot, hanem az a céljuk, hogy meg, az a hogy meghalljanak hogy meghalljanak, és ezzel, mint egy botlató zsinór magukkal ráncsák ezeket a nagy államokat, a háborúba Oroszország jelen, ezeket a hatalmakat, és ez lenne egy olyan dolog talán, ami egy Oroszországot a konvencionális eszközökkel, attól, hogy bekebelezze ezt a három törpe ott a Baltikumban. Tehát én ezt teljesen elképzelhetőnek tartom, és más szakértők mondhatnak, amit akarnak, ezek a, ezek, 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 a, ezek a katonai szerződések, ezek szerződések. Szerződések. Hogyha nincs mögöttük valódi akarat, Kockáztatni, kockáztatni, a létünket egy másik államért, akkor ezek csak annyit érnek, mint a papír, amire írták őket. És én, hogyha én, portugál, én lennék a portugál miniszterelnök, én fölteném a kérdést, hogy az a három állam elveszett. A három állam elveszett. Most miért kockáztassam én az én országom létét egy általános háborúban Oroszországgal tegyem ki Portugáliát atomcsapásnak? Miért? Három kis államért a kontinens másik végén, én nem látom ennek a racionalitását. Oroszországban lenne most még annyi erő, hogy ezt megtegye? Na most egy elméleti forgatókönyvről beszélünk. Tehát egy elméleti forgatókönyvről beszéltünk Oroszországbanak, nincs elég erre jó, hogy a Donbass elfoglalja Ukrajnától. Tehát a gyakorlati szinten ennek semmilyen, semmilyen lehetőségét nem látom. Viszont én azt hiszem, hogy a, 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 a amögé bújni, hogy van egy olyan, mint egy NATO, és ettől majd megijed Oroszország, én nem, nem bújnék el mögé. Én tudom, hogy ez egy nagyon, nagyon megnyugtató gondolat, meg ápols eltakar, meg akkor lehet a pénzt hülyeségekre költeni, a helyet, hogy fegyverkezésre költsük. Mert, mert van valahol egy NATO, valahol ott lebeg a a, külső világűrbe lebeg egy szervezet, amit úgy hívnak, hogy a NATO, és bármi történik, vagy jön a nagy NATO, és megment minket. De nincs olyan NATO. A NATO azok mi vagyunk. A NATO mi vagyunk, tehát mi, és még, még néhány olyan ország, mint mi. Tehát mi vagyunk a NATO tulajdonképpen. És ha mindenki, mindenki így gondolkozik, hogy hát majd van ott egy NATO, és majd jön, jön valaki meg, és majd megment minket, akkor, akkor ki fog jönni tulajdonképpen. Tehát a NATO soha nem, lesz, soha nem lehet erős, erősebb, mint, a, mint az összege, mint a, 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 a katonai erőnek az összege, amit a tagállamok beletesznek. És sajnos, 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 mikor a NATO-ról beszélünk, akkor gyakorlatilag az Egyesült Államokról beszélünk. Az Egyesült Államok nélkül a NATO semmi tulajdonképpen. Semmi. Van, van, van már egy hatalmas török hadsereg, egy hatalmas, relatíve primitív török hadsereg, aminek a légjereje meglehetősen alulfejlett, van egy hatalmas szárazföldi hadsereg, az se túl modern, és van néhány pici nyugat-európai hadsereg, amik úgy beleférnek egy nagyobb focistadionba. Minden ilyen hadsereget bele lehet ültetni egy foci stadionba valahol ö, Európában. Tehát ez a NATO, aki veszük belőle az Egyesült Államokat. És hát Nyugat-Európának egyébként éppen elég gondja van a saját határaim belüli jelenleg, és úgy tűnik, hogy azokat sem mindig tudják megoldani, nem hogy egy ilyen nagyobb dologba beszálljanak. Igen, mindenképpen. Ezért én nagyon-nagyon fontosnak tartom, hogy, és ezt elmondtam számtalan szor, hogy minden egyes tagállam fegyverkezzen, és megerősítse a haderejét a jelenlegi, jelenlegi biztonságpolitikai hangulatban. Egy, hogy ezáltal megerősítik saját magukat, és függetlenül teszik magukat a NATO-tól. Kettő, és megerősítik a nato magát. Tehát a, 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 a zászlók, meg a címszavak, meg a, a, a szlogenek mögött keletkezik egy tartalom is, hogyha fölfejeztük a haderőket. Ha nem, akkor marad az egész egy ilyen egy ilyen szervezetnek, és van néhány szimpatikus bácsik a zöld egyenruhákban, akinek van egy névi egy hogy ők valakik a nato -ba. De, de ha nincs mögötte komoly politikai szándék és komoly katonai erő, és én nem látom ezeket a dolgokat, akkor az egész elég, elég, elég egy üres hely marad. Most szeretném, hogyha Iránról tudnánk beszélni kicsit bővebben, több hírt is Én. szeretném. Hogyha véleményezne nekünk, Robert. Az első az, hogy a száműzött iráni trónörökös Reza Pavlavi a lengyel televíziónak nyilatkozott hazájáról, és azt mondta, hogy emberellenes ideológiájuk inkább a mártíromságot ünnepli, mint az életet. Az iráni emberek viszont az életet szeretnék ünnepelni. Mit kell tudnunk erről a? trónfosztott, szám, száműzött trónörökösről, Reza Pavlaviról, ki ő és mekkora befolyása van akár még az iráni emberek gondolkodására, mert úgy tudom egyébként, hogy nem mindenki támogatja ott sem az iráni rezsimet. Igen, ez, egy, ez az egymillió dolláros kérdés, hogy a a, 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 royalista ellenállás vezető, vezér alakjának tulajdonképpen a Sachnak, is koronázta, kiáltotta ki magát mondjuk hogy az, az, az apja halála után, eh, eh, Mohamed Riza Pahlavi halála után, ő kiáltotta, ő kiáltotta ki magát tulajdonképpen a, 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 a a, 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 trón örökösének és a, a, a perzsa birodalom uralkodójának. Az Egyesült Államok is sietett azonnal elhatárolódni ettől, a, ettől az ambíciótól, mondjuk úgy. És ami, ami iránt illeti, én, én úgy gondolom, hogy a, a, ez a, ez a ez a konstruktum, ami az iráni állam, ez az iráni, nem az állam, de az iráni rendszer, ez már nagyon régóta recseg ropog az összes eresztékeiben. Ugyanakkor a, a, az, mindig nem találták meg azt a, azt a vezéralakot az ellenzékben, aki mögé fölsorakozott volna az ellenzéknek az összessége. Tehát látjuk azt, hogy ahogy az idő telik, ez a Pahlavi név volt egy idő, mikor nem volt divatban, most újra kezd divatba jönni a, a királyi családnak a neve, de ez nem jelenti azt, hogy minden, aki a, a, mindenki, aki az iráni ellenálláshoz tartozik, vagy az emigráns iráni ellenállók, azok mind mindig royalisták lennének. Tehát én azt hiszem, hogy ez az egyik legnagyobb problémája ennek a, a, az iráni ellenállásnak, hogy nem sikerült egy, egy egyetlen egy ernyőszervezetbe szerveződni, és egy olyan figurát állítani a kimaga fölé, aki, 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 attraktív az iráni nép egésze számára. Tehát ez, én ebben látom Iránnak a problémáit. Én nem vagyok Irán szakértő, de mivel itt élek a, itt élek a térségben, látom, látom, azt is, amit a, 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 a trónörökös mondott. Tehát teljesen igaza van, hogy egyrészt ott van a hivatalos állami ideológia, ami, Különös keveréke az európai totalitárius ideológiáknak, fasizmusnak, stb. összekeverve egyfajta síta-iszlám politikai ideológiával, ami valóban a mártiromságot emeli, Piedesztár, tehát a 12, a 12 imámból, akik a, 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 a síta irányzat. Nak a, a vallási vezetői voltak, különféle sita irányzatok vannak, vannak a 12-esek, olyanok, mint a, olyan, a, 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 sí, a kicsit olyanok, mint a, mint a, mint a, mint a, a, mint a, a, a tokai bor. Több, több putonyos kiszerelésben jönnek. Vannak 12 putonyos sítek, vannak 7 putonyosok, vannak 5 putonyos sítek, ennyi imámjuk van. És a 12 imámos sítek, ez a, a síta vallásnak a többsége. A 12-ből azt hiszem 11 halt meg erőszakos halált, mártír halált haltak, megmérgezték őket, kivégezték őket, stb. És, és erre alapul tulajdonképpen a a a, 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 sítáknak a politikai, politikai filozófiája. A, a mártiromságra mártíromságra is egy világvége, egy ilyen apokaliptikus Vizióra. Ezzel szemben ott van a, 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 a folkgeist, a népnek a szelleme, hogy az irániak élnek, és látjuk azt, hogy a, a csador alatt van egy, egy nagyon hedonisztikus társadalom, egy olyan társadalom, ahol a, 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 a egy generáció alatt lecsökkent, a öt, öt gyerekről egy családba lementek két gyerek alá egy családban. A teheráni rendőrség kiadott egy jelentést arról, hogy a mekkora prostitúció mértéke Iránban, Teheránban különösen, de Iránban általában rásegít az is, hogy van egy gyakorlat a sita iszlámban, amit úgy hívnak, hogy az ideiglenes házasságok. Az ideiglenes házasság azért született, mert volt egy, idő, egy, egy időszak, mikor nagyon sok férfi elesett, és hogy a, legyenek örökösök, tehát a, a nők gyereket nem ezért találták ki ezt az ideiglenes házasság intézményét, és ezt erre épül a, ez a hatalmas prostitúció cunami, ami elöntötte Iránt már évek óta, és ezt nem én mondom, ezt az iráni, a teheráni rendőrségnek a jelentésében szerepel. Kábítószerfogyasztás, alkoholizmus nagyon, nagyon markánsan jelen vannak ebben a társadalomban. Ez igen furcsán, furcsának tűnik, mikor az ember először, először hallja, akkor azt hiszik, hogy mindenki szent fazékot a csador alatt, de valójában egy olyan társadalom van, amelyik, amelyik szeret, szeret jól élni, tud jól élni, eh, Hedonisztikus társadalom. és látjuk azt, hogy mikor megérkeznek a, az iráni gépek Törökországba, akkor a nők lebeszik Isztambulba e, vagy Ankarába, lebeszik a csadort, és ott van alatt egy gyönyörűen, gyönyörű nő, gyönyörű ruhába kifestve, meg minden. Tehát e, a csador alatt ott van, ott van egy élet, amelyik él és élni akar, és én azt hiszem, hogy itt rátapintott valami nagyon-nagyon nagyon, e, nagyon, nagyon e, e, igaz e, állításra a trónörökös. Iránnal kapcsolatban tegnap napvilágot látott egy másik érdekes hír is, miszerint Irán állatokat küldött földkörüli pályára egy űrkapszulában, és azt lehetett ezzel kapcsolatban még olvasni, hogy az 500 kg-os űrkapszula 130 km-es magasságban állt orbitális pályára. Az emberben felmerül a kérdés, hogy hogy miért ez most pontosan hova is tegye ezt a hírt, itt a sok háborús, fegyverkezős hír mellett, miért küld Irán állatokat az űrbe? Hát abban a pillanatban, hogy azt mondták, hogy egy 500 kilós kapszuláról van szó, akkor az azt jelenti, hogy képesek egy 500 kilós töltetet eljutatni a Föld már bármelyik pontjára. Hogyha képesek a világűrbe jutatni, akkor képesek a Föld bármelyik pontjára eljutatni egy 500 kilós töltetet. Most akkor a kérdés az, hogy az előkészületben lévő atombombájukat, kép atomtöltetüket képesek lesznek-e zanzásítani egy ilyen méretre, hogy föl lehessen szerelni vele egy ilyen rakétát, és hogyha igen, akkor a földkereség bármelyik pontját fenyegetni tudják ebben, az iráni atomfegyverrel. Tehát ez a lényeg ennek a, ez a mondjuk a reálpolitikai lényeg ennek a, ennek a hírnek. A második dolog, amit látunk a hidegháborot, az űr az presztis. Tehát az űrkutatás, az világűr ez a presztis projektek, ezért láttuk ezt az űrversenyt Oroszország és a Szovjetunió és, az Egyesült Államok között a hidegháború folyamán. Nagyon fontos volt az, hogy kilövik föl az első Sputnikot, kilép először a holdra, Tudom én, voltak még ilyen űrállomások, az űrrepülőgép. tehát volt egy sor ilyen mérföldkő, aminek az elérésére voltak, volt egy verseny a két szuperhatalom között, és a mai napig is látjuk azt, hogy, hogy ez egy klub. Tehát azoknak az államoknak a klubja, akik képesek műholdakat a világűrbe juttatni önerőből a saját hajtórakétáikkal, az egy zárt klub, és eleve ad egy presztist a klub tagjainak, és ugyanakkor azt is jelzi az ellenfelei felé, hogy Vigyázzatok, mert, mert, mert ugyanaz a rakét, amelyik föl tud jutni a világőrben, el tud titeket is találni. És a harmadik dolog, teljesen gyakorlati, a mindennapok gyakorlati életének az egyik része, része, az, hogy ha az az ország, amelyik képes egy ekkora, ekkora töltetet a világűrbe juttatni, az óriás műholdakat és a világűrbe tud juttatni, vagy műholdakat, geostacionárius pályára, tehát egy igen magas pontra a föld, föld felszíne fölött, 36 kilométerre, ahogy gyakorlatilag egy pont fölött áll az a műhold, és onnan figyeli meg ezt a, ezt a pontot, és ezeknek a műholdaknak a segítségével aztán információt tud szerez, szerezni az ellenfeleiről, esetleg információs hadviselési csapásokat mérni, a saját katonai kommunikációját tudja javítani, esetleg, hogyha ilyen globális hely meghatározó műholdakat lő ki, akkor függetlenítheti magát a, a, a GPS-től, az amerikai globális hely meghatározó rendszertől, vagy az orosz vagy a kínai megfelelőjétől. És ezek igen-igen számottevő képességek egy olyan hatalom számára, amelyik minimum regionális hatalom akar lenni, de a, 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 a politikai vallási ideológiái szerint a világhatalomra törekszik. Jó, tehát akkor azt elmondhatjuk, hogy ez nem egy színes bulvár hír, Irán állatokat küldött az űrbe, emögött azért nagyon sok minden rejlik és megbújik, de menjünk is tovább, mert van itt még egy-két érdekesség Iránnal kapcsolatban. A napokban Szergej Lavrov orosz külügyminiszter iráni kollégájával tárgyalt és azt mondták, hogy Oroszország és Irán nyilatkozatot írt alá, amely kölcsönösen segít leküzdeni az illegális amerikai és nyugati szankciókat. Ugye azt tudjuk, hogy iráni szankciók alatt áll már évek óta, főleg az atomprogramját érintő amerikai büntető intézkedéseket szoktuk ide sorolni. Oroszországról meg nem is kell beszélnünk, mert az elmúlt két év arról szólt, hogy milyen szankciókat vetettek ki Oroszországra. Most, ha ez a két ország összefogva próbálja meg ezeket a szankciókat kikerülni, és egymás segít, egymás gazdaságát is akár segítve, akkor mit fognak érni ezek a szankciók? Hát, a szankciókkal kapcsolatban már régóta elmondtam, hogy mi a véleményem. Ez inkább egy ilyen szimbolikus pótcselekvés a nyugat részéről. Én azt hiszem, hogy aki komoly, komoly szakértők vagy komoly kommentátorok soha nem gondolták azt, hogy ezeknek a szankcióknak olyan hatása lehet, hát megsemmisítő hatása lehet ezeknek az országoknak a számára, és ezt elmondtuk már, már én is, meg mások is elmondták, és fölhoztuk Észak-Koreát is példaként, meg Iránt is példaként, hogy mennyire nem képesek még kisebb országokat se számottevően bénítani ezek a szankciók, hogyha ezek az országok elhatározzák, hogy valamilyen célt elérnek. Tehát én azt hiszem, hogy, hogy a, ezek a szankciók jók lehetnek egy, egy eszköztár részeként. De tehát ott van a szankciók mellett, ott van a diplomácia is, ami nagyon fontos, de ugyanakkor, hogyha mindez nem társul egy, egy, egy hihető és reális katonai fenyegetéssel, akkor az egész nem ér semmit az egész nem ér semmit. Tehát látjuk azt, hogy milyen könnyű megkerülni a szankciókat, látjuk azt, hogy Irán milyen számot tevően támogatta eh, Oroszországot a, a háború első két éve alatt, és azt is el kell mondani, hogy a szankciók, ha nem képesek eh, Meghátrálásra kényszeríteni egy államot azonnal, akkor hosszú távon pont ellenkező hatást váltanak ki, mert arra ösztönzik azt az országot, hogy helyi megoldásokat keressen. És például Izrael is volt ebben a helyzetben, és Irán klasszikus példa erre, hogy a szankciók nyomása alatt fejlesztett ki nagyon számot tevő hadipart, és lehet, hogy egyenlőre még megmosolyogjuk azokat a, a harci helikoptereket, amit az irániak bemutatnak, ami valószínűleg csak egy maket, csak egy préselt fűrészporlemezből készült maket, de tíz év múlva nem fogunk ezen nevetni. És lehet, hogy először megmosolyogtuk a Iránnak a különböző eh, eh, propagandisztikus filmjeit, hogy hiperszonikus rakétájuk van, meg ez, meg az, és akkor a szakértők kinevették ezeket. Én biztos vagyok benne, hogy tíz év múlva nem fogunk ezeken a dolgokon nevetni, mert akkor már tényleg lesz nekik. És pont, pont ezt érik el ezekkel a szankciókkal, arra ösztönzik ezeket az államokat, hogy kiváltsák ezeket a belülről, kívülről importált technológiákat, belső technológiákat, és én azt hiszem, hogy senki nem tagadhatja, hogy a, a perzsák, nem akarok, nem akarok rossz dolgokat mondani, de a perzsák nem arabok. Tehát az arab világ nem volt képes komoly egyetemi vagy kutatóközpontokat létrehozni minden tőke, minden tőke és minden politikai akarat ellenére. A, a perzsák képesek önerőből egy, egy igen, igen hatékony és igen, igen, igen magas szintű tudományos és, és technológiai bázist kiépíteni a hadiparuknak. Tehát ez egy óriási különbség a két világ között, a Perzsa világ és az Arab világ között van egy óriási különbség ilyen szempontból. Áttérünk akkor most Izraelre, ezzel kapcsolatban, Izrael kapcsolatban hoztam még egy pár hírt. Az első, miután az Egyesült Államok vízum tilalmat rendelt el a palesztinokat megtámadó izraeli telepesek ellen, a német kormány az egész Európai Unióra kiterjeszteni a szigorítást, írja a 444.hu. Én, én először is el kell mondani azt, hogy kezdjük a tényekkel. Vannak olyan izraeli állampolgárok, akik szélsőségesek. Épp úgy, hogy vannak olyan magyar, meg olyan német állampolgárok, meg amerikai állampolgárosok, állampolgárok is, akik szélsőségesek. Most mikor ez a szélsőségeség nem csak a véleménynyilvánításban, a cselekedetekben is megnyilvánul, akkor ez a rendőrségnek, meg a szakszolgálatoknak a dolga ezeket, ezeket, ezeket földeríteni, bíróság elé állítani, börtönbe zárni, és megszabadítani a társadalmat ezeknek a szélsőséges elemeknek a büntetésétől. Hogy miért lett ebből, miért kell ekkora feneket keríteni annak a néhány tucat szélsőségesnek, akik itt is jelen vannak, ez egyszerűen a morális ekvivalenciának az esete. Az Egyesült Államok, ahogy Magyarországon mondják, lemegy hídba, hogy megmutassa a világ, világnak, hogy mennyire, mennyire nem részrehajló, mennyire nem részrehajló, és mennyire nem csak a palesztinokat, a palesztin terror szervezeteket vonja a szankció alá, hanem megütötte a lámpást, és a lámpással sikerült találnia az egyik sarokban három és fél zsidó szélsőséges is, és akkor ezeket is szankciók alá vonják, és nem csak, nem csak az arabokat. Tehát, hogy ne legyen az, amit Trump elnök mondott, hogy bizonyos országokat céloznak meg. A, ez a jelenlegi amerikai adminisztráció nem országokat vesz gorcső alá, hanem viselkedési formákat. Elvben teljesen igazuk van, de szerintem ez egy, ez egy óriási proporciókra fújták föl ezt a dolgot, tehát messze a a, a, a valós, a probléma valós arányai fölött. Tehát nem látunk zsidó terrorszervezeteket, zsidó, zsidó szélsőségesek nem követtek el merényleteket, amik, amik több de nagy számú arab áldozatokat szedtek volna, azt hiszem, a, a a 90-es évek közepe óta, ha jól emlékszek, 94 óta talán akkor volt az utolsó ilyen támadási szélsőséges által vannak zsidó terroristák, akik szervezkednek, de azt hiszem, hogy a szakszolgálatok ellátják a feladatokat, és a, 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 a van egy egész ügy, egy hatalmas ügyosztály, ami csak ével foglalkozik. És itt ez, ez, ez az úgynevezett zsidó ügyosztály, ez nem csak a jobboldali szélsőségesekkel, hanem baroldali szélsőségesekkel is foglalkozik, anarchistákkal, ők is épp elég problémát okoznak. A, ami a szélsőségeseket, illeti, ha már zsidó szélsőségesekről beszélünk, akkor általában van egy ilyen megosztás. A, 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 a szélsőbb Ba, a, politikai skála szélső bal részéről érkező szélsőségesek inkább, inkább kémkedni szoktak, a, még, míg a jobb szélénők inkább a politikai terrorizmussal, és politikai gyilkosságokat követnek el. Volt több ilyen eset Izrael történetében, é, Árlozorovot megölték, megölték Rabint, a miniszterelnököt, tehát voltak, voltak esetek, és szerintem Izrael remekül tudja kezelni ezeket a dolgokat, semmi szükség nincs arra, hogy az Egyesült Államok vagy Németország erényt kitoktassanak ebben a dologgal. Benjamin Netanyahu miniszterelnök szerdán bejelentette, hogy elfogták az izraeli erők a Hamász vezetőjét, egy magasrangú vezetőjét, ez Sinwart, majd ha nem jól ejtettem ki a nevét, akkor kiavít. Ezzel kapcsolatban, a hírrel kapcsolatban lenne az a kérdésem, hogy mit lehet tudni eddig, nyilván nem minden kerül nyilvánosságra gondolom, de azok közül a magasrangú vezetők közül, amelyek célkitűzésként meg is voltak határozva, hogy a Hamászt úgymond le kell fejezni, most idézőjelbe teszem ezt, a kifejezést, tehát hogy a vezetőségét el kell fogni, meg kell semmisíteni. Ezek közül a célok közül mennyi valósult meg? Tehát, hogy most ez, ez azért számít hírnek, mert hogy ő a legmagasabb rangú eddig, a Hamas vezetői közül, akit sikerült elfogni, illetve becserkészni, hát így jelenni, vagy így, így mondja a cikk is, vagy pedig ez egy a sok közül. Hogy állnak most? azt hiszem, hogy a, 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 a megfogalmazás, azt, azt mond, a, az állítás, hogy becserkészték, ez egy igen-igen rossz megfogalmazás, mert... Ö, ö, nagyon pontatlan. Tehát ami történt, az történt, hogy a 98-as légiszállítású, vagy, vagy különleges műveletekre alkalmas hadosztályunk behatolt Hanyonesbe a gázai övezet déli részén, bekerítették Hanyúneszt, és többek között bekerítették a, a a házát is, a rezidenciáját is. De senki nem terezi, hogy ő maga ott lenne a rezidenciájában a hírszerzési jelentések, jelentések arra engednek következtetni, hogy ott van az alagútrendszerben valahol gáz a déli része alatt, de senki nem állítja azt, hogy a házában, én olyan állítást sem hallottam, hogy elfogták volna, lehet, hogy elfogták, de még nem publikus a dolog, tehát én, én, én ilyen nyilatkozatot, hogy elfogták volna ezt a személyiséget, még nem hallottam, bár úgy lenne, bár nekem az álmom inkább az, hogy a sötét sikátorba találkozzak nem az, hogy elfogják, de amennyire a, a, a a legjobb tudomásom szerint a vezetői a, a, a Hamas gázai szárnyának, tehát nem azok, akik külföldön vannak, vagy akik az izraeli börtönökben vannak, ez a három szárnya van a Hamasnak, azok, akik gázában vannak, és Gázából irányítják az eseményeket, Hyeszin Wára, aki tulajdonképpen ő a, a, a diktátor a gázának, Muhammad Defa, aki ő a vezérkari főnök vagy a hadügyminiszter, Marwan Issa még egy ilyen funkcionárius, aki szintén ott van ebbe a. a triumvirátusba, és ez 3 plusz 1, a plusz 1 az, az, az Színvárnak a testvére, Muhammad Színvár, aki a, a, a déli, Gáza déli részén állomásozó Hamász alakulatoknak a katonai parancsnoka tulajdonképpen, egyfajta a pretoriánus gárdának a parancsnoka, amelyik Színvárt védi és ezek, ezeket nem sikerült még elfogni, nem, és legjobb tudomásom szerint nem sikerült megölni se őket. Amit tudunk, hogy volt két nagyon fontos légitámadás, az egyik megölte a Hamásznak a a gázai Hamásznak a politikai vezetői közül olyan figurákat, mint a miniszterelnöküket, a, a kvázi a külügyminiszterét, a gázai Hamásznak a külügyminiszterét, és a másik támadást pedig megsemmisített egy sor katon, magasrangú katonai vezetőt ebből a mozgalomból. De a, a 3 plusz 1, a, a, vezető, a valódi vezetői ennek a szervezetnek szerintem még se nem fogták még előket, se, se nem ölték még meg őket. Nagyon szépen köszönöm, hogy akkor helyre tette ezeket az információkat, és akkor itt jut eszembe az, és akkor kérem erre is reagáljon, hogy az utóbbi napokban a médiában az került itt a hírek középpontjában, hogy 16 ezer civil áldozata van Gázában, a gázai területeken Izrael háborújának. Honnan tudjuk ezeket a számokat, és ön milyen számokat ismer, mit tud? Ja, nem tudjuk, egész egyszerűen senki nem tudja. Most... Tisztában kell lenni avval, hogy toronyépületek omlottak össze, nem tudjuk, mondani, hogy azokat a toronyépületeket teljesen evakuálták-e a civilek, akik, akiket felszólított Izrael arra, hogy hagyják el ezeket a, ezeket a területeket, amik támadás alá kerültek. Volt egy médiakampány, megpróbálták rávenni a civileket, hogy, von, hogy vonulja, menjenek el onnan, menjenek a humanitárius övezetekbe, és hagyják el ezeket a területeket, ahol a harcok folynak. Most, hogyha Sikerült evakuálni teljesen az épületet, akkor valószínűleg nem haltak meg civilek. Ad abszurdum, hogyha a Hamas rájuk zárta az ajtót, és, és ott ott rekedtek az épületben, akkor nem tudjuk, hogy hány civil van ott a romok alatt. Nem tudjuk, hogy ezek közül a, vagy pontosabban hány gázai van a romok alatt. Azt se tudjuk, hogy ezek közül, ezek közül a, a, a támadások áldozatai közül hányan terroristák és hányan civilek. Tehát ne felejtsük el, hogy ebbe a, ebbe a nagy számba a Hamas be, bele, belefoglalja a terroristáit is, azokat is, akiket Izraelben öltek, meg Izraeli területen ölt meg az izraeli hadsereg, 1500 terroristát. Tehát én azt hiszem, hogy senki nem tudja, hogy mi ez a szám, se a Hamas nem tudja, mi se tudjuk, milyen számról van szó. Ez a 16 ezeres szám, ez, ez egy egyszerűen propaganda termék. Egy propaganda termék, amit egy elegáns szám, amit néha felturbóznak minden héten, vagy minden két hétben hozzácsapnak néhány ezret, valójában senki nem tudja. Szerintem soha nem fogjuk tudni pontosan, hány, hány civil, meg hány terrorista eset áldozatul ennek a háborúnak. Az izraeli áldozatok számával kapcsolatban szinte teljesen pontos információink vannak. Még mindig van több tucat holtest, akik nem, akiket nem sikerült beazonosítani, annyira megégtek meg, meg a a, a, a támadások alatt. Tehát még az izraeli áldozatokkal kapcsolatban se tudunk százszerzalékosan pontos eredményt mondani. Hát akkor még a, a, a határ másik oldalán. Tehát ez, ez egy olyan szám, amelyik gyakorlatilag nem jelent semmit. Lehet, hogy a fele, lehet, hogy a duplája, és nem tudjuk, hogy ezek közül hányan terroristák és hányan civilek. Robert Székeztel, biztonságpolitikai szakértő neokon főmunkatársa volt a tűzvonalban vendége. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, viszontlátásra.